Ugye te vagy a harmadik tagja az Enduré csapatnak, milyen szerepet töltesz be? Hát, jó kérdés. Igazából ebben a szakaszában ennek a nevezük vállalkozásnak mindenki mindent csinál, úgyhogy egy kicsit mindenes vagyok. Talán, ha vissza kell menni az időbe, akkor az ötlet, hogy ez egy alkalmazás legyen, az vagyok én. Korábban dolgoztam már egy terméken, ami a hűtésről szólt, és rájöttem arra, hogy nagyon nehéz eljutatni az embereknek a hűtés üzenetét, anélkül, hogy tudják, hogy a frissítés üzenete az mi. És ebben a Gábor volt a legjobb, már 20 éve. És tulajdonképpen egymásra találtunk a Paloznaki teraszon pár évvel ezelőtt, és kezdtük el ezen dolgot. Azt hiszem, hogy az is az én szerepem, hogy ez ne csak egy családi projekt legyen, hanem akár egy globálisabb vállalkozás. Nem én vagyok a letéteményes ennek, de én gyakorlatilag azzal, hogy hozzájuk képes kívülálló vagyok, egy ilyen egyensúlyt is tudok ebből rendszerbe hozni. És milyen érzés volt őket látni a Cápák között műsorban? Nagyon, nagyon büszke voltam rájuk. Azt gondolom, hogy az egy nagyon nagy siker, hogy két ilyen igazán sikeres, globálisan sikeres befektető fantáziát lát a mi termékünkben, és azt is elárulhatom, hogy az egyik oka az, hogy ami Magyarországon probléma egy embernek, az ugyanúgy Amerikában is problémája az embereknek. Képzeld, Zsolt, két Telekom Vivcsita nagykövetet is ide hívtam a Margit-szigeti futópályára, hiszen nekik egy kis segítségre lenne szükségük a frissítést illetően. Úgyhogy kérlek, mutasd be nekik a Endurét. Állítsd elő őket, segítek rajtuk. Domi, úgy tudom, hogy a Telekom Vivcsita félmaratonra készülsz. 1:43 szeretnél futni. Mi a gyakorlatod? Hogy szoktál frissíteni a versenyeken? Általában, ami ott van kint, azt szoktam használni, de néha viszek magammal egy-két izotóniás ételt, és hogyha úgy azon szükségem van rá, akkor megiszom. Az úgy érzem, az micsoda pontosan? Hát, mikor fáj, vagy valahogyan így. Tehát már kicsit későn. Igen, jó, biztos nálad mi újság? Edzésekre szoktál valamit használni? Hát általában csak vízzel készülök, mert mivel nem tudom, hogy mire mit kéne inni, enni, annyi minden van a piacon, hogy a víz az alap, tehát hogy anélkül nem indulok el hosszabb futásra. Jó, megpróbálok rendet tenni a fejetekben ezzel kapcsolatban. Hoztunk egy alkalmazást, ami testre szabott frissítési tervet készít, versenyre és edzésre is, edzés célnak megfelelően. Dominik, mennyi a legjobb időd, amit beírtál a 1:43, tehát mert tapasztalt félmaratonos vagy. Ebből fogsz kiindulni, akkor javaslom, hogy indítsuk el a versenyfunkciót. Ez nyilván itt egy maximális teljesítményleadásról beszélünk, tehát a lehetőségeidhez képest ti leggyorsabb tempót szeretnéd futni, és a mi dolgunk az, hogy a hőmérséklet és a páratartalom adatokkal kiegészítve összeállítsuk neked a legjobb koktélt. 6 állomással fogsz találkozni a Telekom Vivcsita félmaratonon, ezt feltöltöttük a rendszerünkbe, és itt láthatsz egy kis grafikont, egy kis áttekintőt, hogy ez a verseny, ez milyen igénybevétellel fog járni neked. Itt fönt vannak azok a komponensek, amik számítanak, a víz, a só, illetve a szénhidrát, ezekből fogsz a legtöbbet fogyasztani. Kevesen tudják, de gyakorlatilag a só pótlása a lelke a frissítési tervnek, mert gyakorlatilag szénhidrátból rengeteg tartalékod van, a vízből nincs olyan sok tartalékod, mert ha vesztesz, akkor sajnos csökken a teljesítményed. De a só az, ami összeköti a kettőt, ugye amikor izzadunk, akkor sót is vesztünk, tehát ha egy-egybe akarjuk pótolni, akkor a sópótlás nagyon fontos. A sónak van még egy varázs tulajdonsága, hogy segít felszívódni a szénhidrátokat. Tehát az a frissítő, amit veszünk a pultról, annak növeli a hatását. A hagyományos futások előtt, pláne ha szeretsz beöltözni anorákba, vagy nem annyira hűtöd magad, akkor valószínűleg többet is izzadsz. Érdemes előtte sótablettet fogyasztani, ha nem akarod cipelni egy sima edzésre, és mindig nagyon fontos, hogy vízzel mindig a tervezetnek legalább a mennyiségét, de kicsit többet is lehet visszapótolni, és a sótabletta fogyasztásával ezt a regenerációs időt nagyon szépen meg lehet növelni. Ugye azért jó, mert ezek nem dopingszerek, hanem ezek hagyományos készítmények. Tulajdonképpen a lehető legközelebb van a kiizadott sóhoz képest az összetétele, tehát gyakorlatilag egy nagyon természetes folyamatot támogat. Úgyhogy javaslom, akkor fussunk el a kútra, és akkor vegyünk be egy sótablettát. Jó, rendben.